Agádra érkeztünk egy gyönyörű helyre, egy gyönyörű hölgyhöz, aki színésznő, szinkron színésznő, és nem utolsó sorban remek énekesnő. Őt úgy hívják, hogy Csondor Kata. Én vele töltöm a napot, önök meg gondolom velünk. Jézusom, de szép vagy! Ez az első mondatod? Köszönöm, hogy veled töltöttem a napot. Gyere be! Szépen laksz! Gyere be! Illetve hát gyönyörű ez a hely. Igen. Pihengetsz? Mert ugye Agárdon vagyunk. Pihengetek. Ez azért jó így, mert ha bent vagy, akkor is azt hiszed, hogy kint vagy. Uh-huh. Mert hogy mindent látsz. Tiszta panoráma itt minden. Igen, és ott van a naplemente. Bár ott van egy ilyen új telepszerű terület, ahol telibe látják a határt, a naplementét, és amikor még ez a tele ki lett mérve, vagy meg lett vásárolva, akkor még ott bozót volt, hogy ott mindig ezt a házat oda képzelem el. Hát figyelj, most vagyunk itt pára, nagyon szívesen áttransportáljuk. Nagyon barátságos. Örülök, hogy jól érzed magad. És remekül nézel ki. Köszönöm Gyengyeli szépen. Vagy. Ezt persze azért mondtam, mert ilyenkor, amikor dicsérgetek valakit, szoktak adni egy kár. De nem tudom, hogy ígyunk egy kávét, vagy hogy legyen? Hát mindjárt kérdeztél, de hát foglalj helyet. Hát ígyunk egy kávét, és majd a helyet foglalunk, mert itt most aztán attól kezdve faggatlak. Jó van, gyere. Jó? Ez itt a félig kész konyha. There's no escape, I can wait. Baby, give me a head. You'd hate to rest. I'm loving it. Szabad. Értem a kávét, de ezt mi a tett, hogy nekem csináltad? Mindannyiunknak. Vagy hozattad? Nem, ezt én csináltam, de diót elfelejtettem rárakni, pedig most hozottam. Akkor ne haragudj. De figyelj, ja, van, ez tessék. Az almás pite. Hogy az érted? Az almás pite. Mert hogy ez... Figyelj, már is akkor adok neked, jó? Parancsolj. Kis szalvétát is kapsz, és kóstold meg. Jó. Kávé előtt. Egyébként, te édesítőszerrel iszod a kávét, igaz? Igen. És, hát muszáj, és azt mondom neked, valamit, légy azt mondom neked, hogy itt nálam nem fogsz kapni édesítőszerrel kávét. Nem. Mert azért kókuszvirágcukorral fogod kapni. Miért? Kókuszvirágcukorral fogod kapni, mert az édesítőszert és a kávét a hasnyálmirigy olyan szinten nem ismeri fel és meghűl tőle, hogy tilos. Úgyhogy ezt innentől kezdve felejtsd el, hogy kávé édesítőszerrel. Nem szabad. Beszéljes. Kókuszvirág... Nem beszélünk, de azt nem lehet, hogy maradnék egy ideig, tudod, és akkor megtanítanád ezeket, mert ezeket ki sem tudom mondani. Jó, a kókuszvirágcukor a leglassabban felszívódó szénhidrát tartalmú cukor, úgyhogy azt fogod kapni. A legdrágább is egyébként. Jó. Úgyhogy erős kávé. Presszó kávét kérek. Presszó kávé. Hova? Ez mennyi jár egy főnek? Na milyen? Olyan? Olyan? Kókuszvirág mi? Annyit eszel belőle, amennyi jól esik. Kókuszvirágcukorra készült? Igen. Nem? A kávét fogod ezzel kapni. Nem utasd. Az itt van. Ilyen barna, látod? Uh-huh. És ilyen elég tömött, tehát hogy így nehezen lehet. Nagyon jól lakni, egy kicsit leszoktam dőlni, pihenni. Jó. Mondd akkor légy színe, hangoska, ne porszívozzál. Jó. Te is érzékeny vagy a zajokra, mi? És a
Nem jön. Nem jön. Próbáltad bekapcsolni? Be van kapcsolva. Víz van benne? Amúgy... Tehát a konyhában te valóban működsz, ha itt vagytok? Igen, mint látod, ezt is én csináltam. De egyébként meg van osztva a történet, mert főzni nem én szoktam, hanem a párom. Egészen egyszerűen azért, mert nagyon szereti csinálni, és nagyon jól csinálja. És ha nem szeretnél csinálni, akkor te tudnál? Tudnék, igen. Mondjuk csak egy díva vagy, tudod, meg színésznő, meg celeb, meg vagy... Hát de hát azért az de bármi? Hozzátartozik. Én takarítani azt inkább magamra vállalom, mert az ne a férfi csinálja. De amúgy ez így oké neked? Okay. Ez a mennyiség? Én megmondom őszintén, hogy a régi kotyogós kávéfőzőket sokkal jobban szeretem. Igen? Aha. Na jó. Nem utasd, hogy teszel bele ebben nehéz szintet, de ha te is magadnak ezt ne vegyük föl, mert olyan hülyén megy bele. Na most csinál, eddig... Mindent veszel? Eddig dicsérted, most mutasd, mit művelsz, tessék. Hát így. Ez körülbelül annyi mennyiség, mint hogyha fehér cukrot tennél. De édes? Erre. Ő édes? Kevésbé édes, és van egy kopsz. Szagolj bele. Érzed? Tényleg jó egyébként. De mindegy, még egyet tegyél bele, hogy jó íze legyen. Köszönöm. Ja. Na, és akkor most te jössz. És akkor tej? Mandulatej? Ilyesmi? Én már nem ismerek szó. Az is egészségtelen, nem? Hát igen. Ha valamennyi tegyél bele, ott van egy tej. Tejet szeretnél? Jó. Ne, akkor tegyél mandulatejet. Na most akkor már... Te mit teszel a tiédbe? Megszólaltál, hogy tej, és én közöltem, hogy tej. Te mit teszel? Ezzel már csak úgy már nem merek. Édesítőszer, mit teszel cukor. Bele? Köszönöm. Na. Ebben sem igazi tej van. Lemosasztom. Nem tudjuk, mi van benne. Mosogatószer. Na milyen? Nem tudom, kókusz és te? Világ. Szeretnék veled kávézni. Jó, akkor én is iszom egy kávét. Hát én poharam szemben, csak szólok. Fogom két kezed, a tűz is oly meleg, jó így a csend. Fáradt a jelen, lassul most a perc, úgy vártuk ezt. Nehéz volt az ég. Csillagunk tükrözve szikrát, szós lesz ünnep, mi másról szól. Majd fogunk erről behatóban is beszélgetni, de ez a 2020-as év mindenkinek a mumusa, de hát veled annyi minden történt, hogy szerintem talán neked nem, ugye? Tehát, hogy neked ez egy emlékezetes év lesz. Sokat dolgoztam, annak ellenére, hogy a zenei vonalon, annak ellenére, hogy a leállás van, vagy volt. Szinkron is volt, nagyon érdekes volt, hogy áttértünk az otthongyártásra. És nagyon sok kolléga, inkább az idősebbek, hát nagyon megijedtek, hogy lehet otthonról szinkronizálni. A hangmérnökök 2 hétig agyaltak azon, hogy hogyan legyen összerakva egy olyan rendszer, amiben otthon is olyan körülményeket tudsz teremteni, hogy a szinkront, nem a hangalámondást, amikor csak fölveszed a hangodat egy mikrofonnal, hanem a szinkronizálást, hogy lehet otthonról megcsinálni. És 2 hét alatt 3 különböző programmal, internettel megcsinálták. Úgy, hogy én otthon egy olyan érzetet éreztem, mintha a szinkron stúdióban lettem volna, ugyanis be volt kapcsolva a rendező, be volt kapcsolva a hangmérnök. Én láttam egy programon a filmet, interneten ment az én hangom nekik, és ők ugyanúgy tudtak instruálni, mintha egy helységben lettünk volna. Most nem szemtelenségből kérdezem, de hát mégis csak egy... Tehát ez egy férfi munka, egy hangmérnök, tehát egy szőke díva, megtanultad nyomkodni? Meg, sok mindent tudok. Igen, mert jó pár éve már a reklámokat a rádióknak nagyon sokan mondjuk otthonról. Úgyhogy vágni, felvenni, pár dolgot csinálni tudok. Meg igazából végignéztem, az egy lemezem van, ugye a karácsony lemezem, azt végignéztem az összesnek a keverését, elejétől a végéig az összes hangutómunkát, tehát én ezt egyébként
élvezem. Megmondom őszintén, hogy rájöttem, hogy a szinkron meg a hangstúdióban érzem magam annyira otthon, hogy ott érzem azt, hogy na, most jó helyen vagyok. Megnéztem, azt mondom, inkább belenéztem, hát mielőtt elindultam a szinkron szerepeinkben, és így elkezdtem pörgetni a telefonom, hát nem értem a végére. Igen. Hát ez döbbenet. Döbbenet, igen. Nem tudom, hogy mennyi, több ezer film, mert hogyha a sorozatokat, az epizódokat is összeszámolod, hát például a Smallville-t, azt 10 éven keresztül szinkronizáltuk. Hát ott hány epizód rész van? Úgyhogy több ezer filmről beszélünk, 11 éves koromban kezdtem. És az az érdekes, hogy nem tartom számon a címeket, mert hogy sokszor még nem is adnak magyar címet, amikor mi a szinkron stúdióban dolgozunk rajta, még nincs is magyar címe. Tehát fogalmam sincs, hogy mi a címe, bemegyek, megcsinálok, kijövök, és elfelejtem. De rengeteg mindenre vagyok kíváncsi, de arra mindenféleképpen, hogy mondtad, hogy 11 éves korodat szinkronizálsz. Hogy a mutálás után lett ez a nagyon kedves, nagyon egyedi búgó hangod, vagy mikor vetted észre, hogy ezzel a hanggal valamit kezdeni kell, vagy kivetted? Nem, hát gyerekként kezdtem. Hmm. Tehát gyerekként gyerek színész voltam, úgymond, de ezt még megelőzte a Lakner bácsi gyerekszínháza, ami a legendás Lakner Artúr színházának volt a folytatása, és abban a színházban Rutkai Éva is játszott. És az Édes Mostoha című filmben ő gyerekként a főszerepet játszotta, és ebben az utódjában pedig, amit az Artúr lánya, Lakner Lívia hozott létre, itt ennek a darabnak a folytatásában főszerepet játszottam, ez volt az Édes Mostoha testvérek. És én ott kezdtem a pályát, hát akkor játéknak tűnt meg jó persze. Foglalatosságnak, és hát a mai napig ez nagyon nagy dolog, hogy én minden hétvégén Balázs Péter, Csala Zsuzsa, Schubert Éva, Szerencsé Éva, Balázsovics Lajos, én velük voltam egy színpadon, minden hétvégén szüleim hordtak, és akkor a tévés felvételek, és onnan jött a szinkron. Tehát onnan válogat, többen kerültünk be a szinkronba ebből a gyerekszínházból. Úgyhogy ez gyerekként indult. A hangra visszatérve, amit mondasz, hogy gyerek hangok kellettek ugye sokszor filmekbe, és akkor igazából nekünk, akik gyerekként kezdtük a szinkronizálást, nehézséget okozott az, hogy aztán hogyan csinálsz felnőtt szerepeket. Mert a rendezők úgymond még inkább gyerekhangnak könyveltek el. És hiába voltál te már 16 éves, még mindig csak 13-4 éveseket szinkronizáltál, és nem 16-17 éveseket. Nem igazság ez, hogy egyszerűen nincs kedvem kérdezni, olyan jó téged hallgatni, ahogy itt mesélsz, hogy nem szakítalak félbe inkább, úgyhogy szerintem keressünk valami nyugodt szegzukot, ahogy szoktuk is. Mert én már a mély interjúkat csinálom. Hát te már mindegy csinálsz. Úgyhogy menjünk és beszélgessünk, és meséld el nekem akkor a kezdetektől a napjainkig, és akkor megpróbálok majd kérdezni, ember félbeszakítani téged, nem is érdemes. Felsoroltam, amikor megérkeztem a Falconban, hogy színésznő, szinkron színész, énekesnő. Virtuális névkártyán akkor most mi a prioritás? Én tudom, csak kíváncsi vagyok, hogy te hogy érzed. És táncosnő.
Ez azért érdekes kérdés, mert egyrészt Magyarországon, ezt nekem egy zenei mogul mondta, hogy Kata, te színésznő vagy, a színésznő legyen színésznő, az énekesnő legyen énekesnő, a táncosnő táncosnő. Hármat egyszerre nem tudhatsz, kettőt nem tudhatsz ebben az országban. De. Tehát nem fogadják el tőled. Tehát nem hiszik el, hogy több mindenhez lehet kvalitásod. Én egyébként azt mondom, hogy aki tehetséges, az igazán tehetséges ember, az soha nem egy dologban tehetséges. Tehát vannak színészeink, akik úgy festenek, hogy az agyam eldobom. Tehát, hogy több művészeti ágban is otthon van az ember. Külföldön ott van mondjuk egy Barbara Streisand, ott van egy Liza Minnelli, ott van egy Jennifer Lopez, színésznők, énekesnők, táncosnők. És még ők is küzdenek ezzel. És akkor te mi vagy? Én táncos nőnek indultam, először a tánc volt az a művészeti ág, amiben én ösztönösen tehetséges voltam. Balettoztam, steppelni tudok, akrobatikáztam, borzasztó hajlékony voltam, és aztán modern tánc. Tehát, hogy minden, tehát a mozgás volt nagyon alapvetően a zsigereimben, és utána jött a szinkronizálás, ugye abból a színművészet, színészmesterség, és csak legutoljára jött az éneklés, a zene. És nem tudom eldönteni. Ha a szívemet kérdezed, hogy belül mi vagyok, akkor én 18 évesen, amikor pályaválasztás volt, akkor megkérdeztem magamtól iskolába menet a buszon, hogy mi az, amit én, úristen, akkor kell eldönteni, hogy mi legyél. Hogy akkor én mi az, amivel én nagyon szívesen foglalkoznék világéletembe, és akkor még nem énekeltem, és azt mondtam, hogy én énekelni szeretnék. Pedig akkor már szinkronizáltam, meg színházba játszottam. Talán már kérdeztem is tőled, talán egy híradó felvételen, hogy miért pont most? Tehát, hogy te már 18 évesen, mikor mentél a buszra, akkor már eldöntötted, hogy énekelni fogsz, majd vártál egy kicsit, és amikor a lehető legnehezebb, akkor kezdtél el énekelni. Amikor ugye mindenki bezárta a kapukat. Miért? Mire gondolsz? Hát azt, hogy most az éneklés a prioritás, én így érzem. Hogy most? Igen, hogy miért vártunk ennyit? Nem, hát a karácsonyi dalommal, igen, ami hát... 11 évvel ezelőtt volt, én már akkor énekeltem, és az nekem egy ugródeszka, egy kiugrási lehetőség volt, hogy megismerjen a közönség, mint énekes. És akkor én ezt mondtam neked már a másik műsorban is, hogy én nem most kezdtem el énekelni, hanem én azóta folyamatosan dolgozom. Tehát, hogy én mindig zenéltem, mindig csináltam zenei produkciókat, csak nem voltak maximum olyan hangosak, de klippeket is készítettem. Úgyhogy én azért 18 évesen, ahogy én ezt megálmodtam magamban, én onnantól kezdve, én ezt csinálom. És hát tulajdonképpen 4 éve is bekerültem ebbe a dalválasztó műsorba. Tehát, hogy nem most kezdtem. Az, hogy zenekarom van, saját zenekarom, akikkel most sajnos nem tudunk játszani, az valóban elég későn jött. Arra kérlek, hogy tudom, hogy már lerágott csontnak veszed, de egy véletlen folytán tulajdonképpen volt egy reklámdal, aminek követelték a teljes változatát ezt dióiban, a mi nézőjének is elmondanád, hogy történt? Hát ez a dolog, ez egy nagyon érdekes és egyedülálló történet, mert mind a zeneiparban, mind a reklámiparban, a reklámszakmában nem volt erre példa, és ezt később tanították is reklám vagy marketing iskolákban. Képzeld el ezt a reklám dalból, reklám részletből, hogyan lett egy teljes dal, és hogyan lett sikeres. Annyi volt, hogy olyan színészt kerestek, aki énekelni is tud. És emlékszem, hogy nekem el kellett küldeni dalokat, hogy hogyan éneklek, és akkor a mobil szolgáltató kiválasztott, és azt mondta, hogy jó, ő lehet. És akkor volt egy tévéreklám, az minden csatornán ment, egy karácsonyi tévéreklám, és ott én beszéltem is, szinkronizáltam egy színésznőt, és énekeltem is 4 darab sort, és olyan lavina indult el, hogy e-maileztek és telefonáltak a mobilszolgáltatónak, hogy
hol a teljes dal, mi ez a dal, és nem volt dal. És a mobil szolgáltatónak nem volt benne a marketing tervébe, hogy most egy teljes dalt írasson. De akkora volt a nyomás a közönség részéről, hogy 2 héttel karácsony előtt kénytelen volt megiratni a szerzőkkel, és velem felénekeltetni ezt a dalt. És az, hogy 10 éves lett ez a dal, és az, hogy én meg szerettem volna köszönni ilyen formán is a közönségnek, hogy ők ezt életben tartják, hogy a kedvenc előadóik szájából, hangjából is hallják, ezt úgy éreztem, hogy szerintem örülnek neki. Meg nekem tényleg akiket kiválasztottam, azok a Kökény Attila és a Vastag Csaba, így éreztem, hogy az ő hangjukkal és az ő lelkükkel ez ugyanúgy szép lesz. Ez, így már hallottam őket ebben a fejemben, a fülemben, és úgy vágytam erre, hogy ez legyen ilyen módon is kicsit felfrissítve. Hóban ébred majd az ünnep, minden percben nevet ránk. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagyvilág? Körbenézel, s látsz egy házat, mit a napfény elkerül. Kopog csendben, meleg szépen, úgy már nem lesz egyedül. Jut még bárkinek, a tiszta fényből egy csendnyi láng, jó kezdkő helyett, a másod nincs is, ez ad tovább. Milyen messze áll a két dolog egymástól, amikor szinkronizálsz? Akkor majd megmutatjuk, hogy felteszel fülhallgatót, nézed a képet, stb. Amikor meg énekelsz, akkor meg a közönség ott van előtted, énekelnek veled, és olyan vehemenciával és erővel tolod, ahogy kell, hogy mekkora óriási nagy különbség. Elmondom az óriási különbséget, és ezt én is figyeltem, hogy ez hogy van. A szinkronizálás az egy annyira nehéz tevékenység, nem becsülöm le az éneklést, de a szinkronizáláskor olyan pszichés és olyan figyelmi állapotban kell lenned, olyan koncentráltságban kell lenned, hogy nem csak hitelesnek kell lenni, beszédtechnikával jelen kell lenni, nem szabad bakizni, hanem effektíve követni kell egy másik színésznek a játékát hangban, ritmusban, előadásban, mindenben. Tehát olyan szinten a saját egódat félre kell tenni, és teljes empátiával rá kell hangolódni egy másik emberre, úgy, hogy te még hiteles maradjál, hogy ez valami hihetetlen figyelmet kíván, odaadást. És ezt akkor vettem észre, hogy számomra az éneklés sokkal könnyedebb és felszabadítóbb alkotói tevékenység, amikor egy rajzfilm szinkronizálásakor tudtam, hogy a rajzfilmben még énekelnem is kell a végén, tehát voltak ének részek, de előtte szinkronizáltunk. És az úgy történik, hogy nincsen már próba, hanem fönt van a füles a fejeden, az eredeti megy a tempójába, és egy monitor, ami mozog, és a szöveg mozog rajta, én azt real time-ban akkor látom először a szöveget, és már szinkronizálom is. Én ugye fáradtam, mire énekelnem kellett, pedig egy rajzfilm volt, hogy mondtam, úristen, akkor most még énekelni is kell, és az éneklés közben azt vettem észre, hogy hopp, felfrissültem. Na hát ez hogy lehet? Szóval, hogy az számomra felszabadítóbb, úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy amikor hogy a zene egy bizonyos lelkiállapotba visz, és én azon éneklek. A szinkronban meg ezt nem teheted meg. Ott el kell érned azt a lelkiállapotot, amit a színész megkreált akkor is, ha nincs kedved hozzá. Azt mondd meg nekem, hogy milyen érzés, meg hogy egyáltalán tudsz-e figyelni, ha elmész egy mozifilmet megnézni, és a te hangod szól egy világsztárnak a szájából, hogy tudsz-e figyelni, vagy ez milyen érzésekkel tölt el, vagy mi történik olyankor? Hát eleinte nem,
Eleinte nem. Zavar. Gyerekkoromban kimentem a másik szobába, hogyha meghallottam a... Tehát, hogy annyira kritikus voltam, nagyon kritikus, és csak a hibákat vettem észre. Ez mai napig is így van. Moziba ott ülök, és akkor rögtön, hogy úristen, most ez passzol-e, hogy elég jól csináltam, nem tudom, és akkor egy idő eltelik, és akkor talán át tudom adni magam az élvezetnek, és megfeledkezek róla. Nem szórakoztál még, úgyhogy megszólaltál ott egy vadidegen mellett? Hogy a, ja, hogy a hang, szólt? Ugye, igen. Nem. A kedvemért csinál, mert még egyszer. De én képes, hogy még moziba is elviszlek, csak hogy a hatást lássam. De az nagyon érdekes, amikor, hogy vannak emberek, akik ki vannak erre élezve a hangokra, és megkérdezik, akkor hallanak életükben először beszélni, és megkérdezik, hogy vagy azt, hogy te neked jó hangod van, neked szinkronizálni kéne. Vagy annyit kérdeztem egy üzletbe, hogy szia, ne arra, hogy ebből van piros. Te nem szinkronizálsz. Igen, ennyi. Igen. De egyébként ilyenkor pozícióban beszélsz, vagy eleve ilyen? Tehát így van mindig. Tehát itt most... Nem. Így, ahogy most beszélek, köznapi, vagy így egymás közt, így nem lehet a szinkronba beszélni. Tehát ez nem elég. Tehát ez sokkal emeltebben kell beszélni. Akkor, hogyha mondjuk egy ilyen nagyon alternatív filmet csinálok, vagy rá kell hangolódni, én nagyon lila, ködös játékú hölgyre volt már ilyen, és akkor elővehettem ezt a saját hangomat, ami kicsit fátyolosabb, meg úgy fáradtabb most, így érzem. De hogy nekünk annyira kell tudni változtatni a hangunkat. Tehát, hogy ez muszáj. Tehát, hogy gyerekként én úgy tanultam meg, hogy Kata, nem ilyen, még figyeld meg, nézd meg, hallgass meg, nem ilyen. Amikor Magyarországon volt Roger Moore, akkor találkoztak Láng Józseffel, ugye a szinkron hangjával. Te nincs tervben, hogy ki a legnagyobb világsztár, akivel dolgoztál, ide letalálkozz? Vagy akinek a hangját? Jaj, hát Scarlett Johanssonnal szerettem volna találkozni, amikor itt forgatott, de nem sikerült. Na. Igen. Hát pedig aztán sikerült. Te lennél az autentikus. Úgyhogy... Ostoba kérdés van az, hogy ki a kedvenc, tehát ki az, akit valamiért még lélekben is, vagy mozdulataiban, vagy hangkordozásában, vagy bárhol mozdulataiban is hasonlít arra a millióra, ami a tiéd. Hát az az érdekes, hogy tényleg én egy ilyen átváltozó kaméleon vagyok, mert az, aki én vagyok, én azt hinném, hogy az olyan unalmas, az olyan semmilyen, tehát hogy igazából nincs. Én nagyon szeretek átváltozni. És mind nagyon sok rendező tudja ezt, és tudja az átváltozó képességemet, meg mélységeimet. És direkt szoktak olyan szerepekkel bombázni, amik egyáltalán nem a karakterem. Nem a hangi karakterem, és nem a külső karakterem. És kollégáim a mai napig vannak filmek, amiket emlegetnek, hogy amikor még együtt szinkronizáltunk a stúdióban, most már mindenki egyedül van, de amikor együtt, hát hogy szakadtak a röhögéstől, amikor volt egy bizonyos karakter. Például volt egy nagyon az Old Dead című ifjúsági, nem tudom, film volt, amerikai sorozat, és egy végtelenül túlsúlyos lány volt egy hihetetlen karakterrel, vicces, és kiabált, és volt egy nagyon sajátságos stílusa, komika volt, és én voltam a hangja. És nem jutott volna eszembe, de a rendező az érezte, és mai napig felemlegetik, már 10 éve eltelt azóta a kollégáim, hogy de Kata, a Lori Beddenberg, az nem. Tehát, hogy azt szeretem, azt jobban szeretem, amikor valami elrugaszkodás van. De az, amit mondtál nekem, hogy a hangodban ott van ez a, hogy bármikor sírni tudnék, ezt is nagyon korán észrevették a rendezők, hogy rendkívül érzékeny vagyok, és már gyerekként úgy tudtam sírni a filmekben, hogy az nagyon hiteles volt. Most pont egy olyan témánál vagyunk, az érzékenységem, hogy most kicsit ugrunk
az éneklés énekesnő felé, mert úgy látom, hogy a szinkronizásból egy külön műsort lehetne csinálni egyébként, igen. És tényleg örömmel hallgatom. De egy olyan dolognak voltam fül- és szemtanúja, ami olyan fegyelmezettséget kell, hogy tartalmazzon, amit te úgy mutattál meg, és úgy adtál elő, és úgy játszottad el, vagy úgy élted meg, hogy szerintem ezt tanítani kéne. Én most egy dalversenyről beszélek, ahol indokolatlanul olyan megnyilvánulást kaptál az ítészektől, a zsűriktől, amit úgy viseltél, hogy az valami döbbenet. Hogy élted ezt meg, és kellett-e, hogy te színész legyél? Kellett-e az, hogy te szinkron színész legyél, vagy fegyelmezett legyél? Hogy élted meg? Hogy én hogy éltem meg? Annyira abszurd volt a történet, hogy egyszerűen egy pillanatig nem tudtam komolyan venni. Tehát valójában ez az igazság, hogy annyira nem zsűrihez méltó viselkedéseket, meg zsűrizéseket hallottam, hogy szinte belül így kacagtam. De most komolyan nem tudtam még lereagálni sem, mert abszurd volt. Mondom, ez nem a valóság. És mondom, ez volt a jó szó, hogy nem tudtam komolyan venni, mert abszolút éreztem az összehangolt bántó szándékot, meg az összehangoltságot. Semmilyen megvetés és semmilyen megbántás nem tükrözött az arcod. Ezt hogy csinálod, szerinted? Ösztönös volt? Volt egy pillanat, amikor éreztem, hogy most vághatnék ilyen pofákat, úgymond. Mert szinte ezt éreztem, hogy na, már megint, mert igazából voltak előtte adások, ahol én azért figyeltem a zsűrit, és már jó, őszinte leszek, számomra a zsűri már leszerepelt, mikorra én már oda kerültem. Súlyok Mária mondta azt a 70-es években, hogyha nem értik azt, amit a színpadon beszélnek, ha ő nézőként nem érti, akkor ő azt kikéri magának, hogy őt kizárják abból, ami a színpadon történik. És számtalan alkalom volt, ahol ez megtörtént a színpadon, produkciók közben, és ezt a zsűri nem reagálta le, illetve nem figyelmeztette az előadókat, hogy érthetetlen volt, és nem értettük a szavakat. Tehát ez így alapvető. És számomra itt már ők elbuktak. Tehát, hogy amit ott nekem mondtak, az, megmondom, ez tényleg nem ütött szíven, hanem valamit éreztem, hogy itt a háttérben egy sokkal másabb dolog van, itt valami más van a háttérben, és nem, tehát ilyen abszurdnak éreztem. Amikor találkozunk, vagy a Csondor Kata neve előkerül, akkor ha nem vetsz meg érte, nekem én az énekes nőre asszociálok. Nem baj? Nem, örülök neki. Legyen az, hogy rájössz végre, hogy a tudatunk lett az egyetlen. Csak mert szimplán minden ott dől el. Szimplán minden ott dől el. Ha akarod, bármi megtörténhet, és úgy lesz, ahogy képzeled. Igen, igen. Ha zsigerül, az nem lesz véletlen. Most, hogy kijöttünk enni, ugye hát én kólát kaptam, te bor, de remélem változtat ezen. Mindjárt jön a borod is. Tedd már meg, hogy ilyen dívásan megrendeled a kaját a konkurenciára. Nem, én nem vagyok olyan. Na! Nem vagyok olyan. Akkor majd én szólok.
Na, kócs, de... Édesem! Tessék meg! Hozod a kaját! Ja. Légy hát, szíves, hozd! Süt meg, főznek rád! Hát egy szabad éhes, nem lehet. Éhes a vendég! Te is éhes vagy. Igen. Tudok enni, pláne. Pláne én már láttam, hogy mit kaptam. Jézus, várjál, most két kilapi téve. Azt én csináltam. Igen, de hát abban megettem a hármat. Ötetettem, de kiszámolja. Anyukám na. Azt mondta, hogy nem szabad főétel előtt enni az édességet. Hát te tessék, ott áll. Tessék. És most mi ennek a neve? Köszönöm. Ala. Ala, micsoda ez, Feri? Igen. Szépen. Csirkeme, békömbös, egy kis grill zöldséggel és egy parmezános édes burgonyapüré. És csak egészséges dolgok vannak benne, nincs benne tej, liszt, cukor, semmi. Hozzá szabad nyúlni, mert nagyon jól néz ki. Próbáld meg. Én lefotózom, ne haragudj. Igen. Jó? Köszönjük jó szépen. Étvágy. Köszönjük, Isten tartsa meg a szokásodat, azt hiszem erre szokták mondani. Várjál, Katert, muszáj lefotózni. Igen. Megértem. Hát én el vagy kényeztetve, nem? Igen. Hát akkor... Ha nem kapok bort, mindegy, akkor nem kocintok. Akkor bort, viszont... hozzunk bort. Fügebor van. Figyelj, nem, fügebor, kérünk, jól, apukám fügebora. Kóstold meg. Fügebora, az egy sziget. Nem hozol? Szívem. Vagy hozzak én? Nem hozok. Akkor megvárom a bort, hogy tudjunk kocintani. Igen. Igen. Mennél már? Mennék. Nem csak fellépni, hanem mit tudom, kicsit külföldre. Mennék, kis... igen. Mennék, igen. Tengerre. Hmm. Hmm. Hát ki nem? Hát igen. Igen. Koncertre? Én mások koncertjére? Igen, simán. Köszönöm szépen. Egészségedre. Édesapám fügebora, ő csinálta. Ő is termel, ugye, köszönöm. Hogy ugye? Egészségünkre. Egészség, örülök, hogy itt vagy nálunk. Én is örülök. Jó étvágyat. Szolgáltat. Van ereje is, ám. Igen? Igen. Se heresz ez zádé? Na nézzük, hogy a séf... Te mit eszel először? Mit kóstolsz először? Én hát a húst. Mindig a húst? Aha, hát uh-huh. Persze. Én a köretet szoktam először. Hát köret otthon is van. Hát, jót főztél. Köszönöm a jó tartást. Egészségetekre. Amúgy is szoktatok itthon? Vagy hát szoktál pontosabban? Hát most ezzel elégítem ki a bezárt éttermemnek a hiányát, hogy szinte minden nap főzök valamit, és pont éttermi ételeket próbálok főzni, hogy, uh-huh. hogy egy kicsit így visszakapjuk azt, hogy tréningzel. Olyan, mintha étteremben lennénk, terítés, tálalás, minden, és akkor így hirtelen ez ilyen hobbi is lett egyben, meg hát a napi szükségletek, mert ugye itt azért a gárdon nem úgy van, mint Pesten, hogy leszállok a gíroszoshoz, vagy bárhova, hanem itt el kell menni a boltba, bevásárolni, meg főzni. Itt így élünk. Hát vidéken. Igen. Játszunk el a gondolattal. Hogyha Kata egy házsártos boszi lenne. De hát ezzel a hanggal, amit ő ki tud magába bocsátani, egyszerűen nem lehet rá haragudni, vagy tévedek? Nem, tényleg nem lehet rá haragudni. Tényleg olyan a természete, mint a némelyik szinkron szerepének, a Barbie-nak, meg a Kiarának, amiket így néha belefutunk a tévébe, hogy úristen, ő az, aki beszél, és ő ugyanilyen kedves, aranyos, végtelenül türelmes, nem tudok rá rosszat mondani, még ha akarnék, se persze nem akarok, de tényleg nem tudok. Mennyire művész, mennyire kell ápolni a lelkét, mennyire kell törődni vele történetesen, mikor volt az a bizonyos affér, amikor igazságtalanságért el? Nagyon nagy az igazságérzete, tehát hogy ott nem a művészet, tehát nem az volt, tehát az igazságérzete volt baj, hogy ő ezt nem érdemelte meg, és nekem akkor ott nagyon azt kellett sugallnom ott a következő órákban egy-két napig, hogy ez nem a produkciód ellen szólt, nem a tudásod, a tehetséged ellen, hanem ez egy olyan
háttér munka volt szerintem, ami lehet, hogy egy szenzációhajhászás miatt volt, lehet, hogy tényleg ez a rossz időben, rossz helyen, 10-ből valakit kiszúrtunk, és éppen te voltál. Ezt kellett nekem egy kicsit így átadnom, hogy ez erről szólt, és lépjünk tovább, és ilyen világot élünk, de alkalmazkodni kell, hiszen holnap fölkelünk, újra süt a nap, és jönnek a következő feladatok. Arról is beszélgettünk, hogy ez a nagyon egyedi és nagyon kedves, kicsit fátyolos, kicsit remegős hang, mindig, aki nem ismeri, azt gondolja, hogy hamarosan sírni fog. Szokott ő? Hát, most csak egy ilyen egyszerű történet, ami bulvársztorinak is jó, de tényleg megtörtént, hogy napokban ezt mesélte így félig síró hangon, hogy képzeljem el, hogy elment a áramszolgáltatához valamit intézni, és akkor ott volt egy bácsi, aki ráadásul ugye az apukájára egy kicsit hasonlított, hogy korba, és ugye az idősek már nem tudják ezeket a mai világokat, és akkor kijött egy ilyen biztonsági őr, nőszerű valaki, és ott leteremtette, hogy mi az, hogy nem jelentkezett be előre, meg ide időpontot kell foglalni, és akkor ő egyből a védelmére kelt, hogy de hölgyem, hogy képzeli azt, hogy egy idős ember nem nézi a internetet, busszal jött a város másik végéről, és igazából az volt a sikerélmény benne, hogy kijött egy másik kollega, egy 20 éves fiú, és ő védelmébe vette a bácsit, és utána soron kívül segített neki elintézni a dolgokat, hogy ne kelljen neki hazamennie. És ez neki egy ilyen küldetés volt, hogy ő neki ott ki kell állnia. Mert az igazságérzetét bántotta, hogy azt a bácsit ott simán elzavarták volna, hogy miért nem jelentkezett be. Tehát ő ilyen. Tehát ilyen lelki világa van. Köszönöm még egyszer a jó tartást, és akkor még egy apróságot kérni csak tőled, hogy kölcsönvenném egy időre sétálni, hogy lemegyünk egy kicsit a tóhoz, ha megengeded. Na jó, legyen. Kocincsuk kávéval. Köszönöm, hogy jöttetek. Úgy tudom, hogy víziszonyod van, vagy az ellenkezője? Igen, nekem ott kell sütkéreznem, legközelebb. De hát ez milyen kényelmetlen vagy a benne. Köveken. Hát ezt most csinálták meg, közelebb, minél közelebb legyek a vízhez, ez a lényeg. Aha. Ugye halak is vagyok, lehet, hogy ez ezért van. Tehát így itt szoktam magamat süttetni, vagy ott. És miért nem a Balaton? Miért itt? Az is. Jaj, az is, persze, is. Meg mindenféle tenger. De hát ez, hogy itt így nyíltan látod, mert ott Velencén az a rossz, hogy csak egy icipici szegletet látsz a vízből. Itt meg egész tengert kapsz. Tényleg. Nagyon köszönöm a mai napot. Tényleg büszkén viselem a barátságodat, meg azt is, hogy olyan jókat szoktál írni rólam. Én is nagy csodálod vagyok, úgyhogy köszönöm. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy teljesülnek a vágyai, de hát... Neked teljesültek. Hogy itt voltál. Nem, de tényleg. Köszönöm én is, hogy jöttél, hogy kérdeztél, hogy elvittél olyan helyekre magamban, ahova szeretünk menni, mert igazából az egész életünk azzal telik nagyjából, hogy megismerjük önmagunkat. Tehát nem árt, hogyha megismerjük önmagunkat, és a kérdések által ez sikerül. Tudod, mint a fogorvos hozott anyagból dolgozom. Most csináljuk azt, amit Covid alatt nem lehet, én megölellek. Hogy nem. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Köszönöm. Szia. Minden szempár fényozó, csodát rejt a földgolyó, ne szégyed hát, ne rejtsd a világ örlám. Éles látásomat a Trend Optikának köszönhetem.